Nagy hagyománya van a családi rendezvényeknek az egyik legnagyobb szombathelyi multinacionális cégnél. Az őszi sportnapot is minden évben megtartják, de ezúttal új helyszínen, az Arborétum sporttelepen várták a munkatársakat. Fontos nálunk a csapatszellem, és ez egy nagyon jó program, hogy a dolgozóink családja is részt vehessenek egy ilyen rendezvényen. Itt sok gyerek program is látható, kisvasút és ugrálóvár, és egy szerencsére az idő is nekünk kedvez. Déltájban a főzőverseny volt a legnépszerűbb helyszín, ahol egy tál finom ebéddel kínálták a vendégeket. A megmérettetéshez kapott alapanyag egységes volt. Gulyást főz minden csapat, csak mindenki egy picit próbálja belerejteni a saját kis titkait. A mi titkunk az, hogy mi horgászok vagyunk, van egy ágykoros horgászcsapatunk, itt látszik is rajtunk. Mégsem halászlé, hanem vargányás tárkonyos velőscsontos gulyás rotyogott a bográcsban, és közben finom falatok készültek a tárcsán is. Amíg a felnőttek lazítottak, a gyerekek sem unatkoztak. Nekem a versenyek azok nagyon tetszettek, főleg a kosár. A legjobb a pingpong szerintem, mert azt egész délre csináltuk. Igazából kb. Mindent kipróbáltam már, hát egyedül a focit nem, mert azt annyira nem is szeretek, de hát kosaraztunk is, dárcoztunk is. Legendás a lengyel-magyar barátság, erre a társcégtől meghívott külföldi kollégák sem cáfoltak rá, akik saját asztaluknál látták vendégül a magyar házigazdákat.